Az egész világot kicsit félelemben tartja most a koronavírus. Bár Magyarországon egyelőre szigorú kijárási tilalom vagy karantén nincs, egyre több az óvintézkedés, melyekkel otthon próbálják tartani az embereket. Ez persze ijesztő, de remélhetőleg ezek az intézkedések megakadályozhatják, hogy valóban komoly következményei legyenek a járványnak. Addig is összeszedtünk nektek 10 példát arra, hogyan hullott szét a világ járványok hatására a videójátékokban. Figyelem, a videó során esetleges spoilerekbe is ütközhettek. Corrupted Blood, World of Warcraft. Már egy külön videóban is foglalkoztunk az incidenssel korábban. Valójában eredetileg a Corrupted Blood nem is egy igazi, fejlesztők által is járványnak szánt játékelem volt, pusztán véletlenül alakult így. A játék egyik nagy ellensége által osztott debuff ugyanis a játékosokon és a játékosok állatain keresztül az egész világon elterjedt, és mint egy halálos betegség szedte az áldozatait. A járványkutatók az esetre azóta is szimulációként tekintenek, hiszen a játékosok reakciói tökéletesen mintázták azt, hogyan reagálna az emberiség egy hasonló léptékű járványra. Alpha Worm, Ninja Blade. From Software egyik korai játékában egy valós modernkori ninja bőrébe bújunk, akinek egy tokiói parazita járványt kell megállítania. Az Alpha Worm élősködők teljesen átveszik az irányítást a gazdatest fölött, és borzalmas szörnyetegek kialakítják őket. A járvány itt egy apró afrikai faluból indult, ahol azonban a kitörést mészárlással és eltitkolással próbálták meg visszafogni. A tokiói helyzetre is hasonló megoldással próbálkoznak, a Ninja Blade-ben a mi feladatunk ezt elkerülni. Bloodborne. A From Software úgy tűnik, szereti az olyan járványokat, amik gusztustalan lényekké alakítják át a fertőzötteket. A Bloodborne-ban egy kicsit más a helyzet, ugyanis a címben is szereplő véren és testnedveken átterjedő betegség csupán a főszereplő rémálmaiban van jelen, és az egész játék során kicsit összemosódik ez az álomkép a valósággal. Végül persze kiderül, hogy ősi istenségek bocsátották ezt az átkot Yharnam városkájának lakóira, és őket kell megállítani ahhoz, hogy a betegségnek vége szakadjon. Grey Death, Deus Ex. A Deus Ex disztópikus világát rettegésben tartja a Grey Death, azaz a szürke halál. A járványra nincs igazi gyógymód, egyetlen gyógyszer van csupán az ambrózia, mely a tüneteket nullára csökkenti. A vakcinából azonban nagyon alacsonyak a készletek, így csak a társadalmi rend számára a legfontosabb emberek, az elit tagjai kaphatnak belőle. Később a játék során ráadásul kiderül, hogy a vírust mesterségesen hozták létre, épp azért, hogy megtisztítsák a társadalmat. Pestis. A Plague Tale: Innocence. Természetesen nem maradhat le a listáról az emberiség történelmének egyik legpusztítóbb járványa sem, a bubó pestis. A Plague Tale: Innocence egy nagyrészt valós történelmi helyzetben játszódik, és a nagyon is valós 14. századi európai pestis járványt írja le. A lopakodós játékban megtapasztalhatjuk, milyen is volt, amikor patkányok ezrei furakodtak be mindenhová, és terjesztették ezt a szörnyű betegséget, amit a korabeli eszközökkel szinte lehetetlen volt kordában tartani. A dollárinfluenza, The Division sorozat. A sztori szerint a 2015-ös Black Friday akciók során az influenza egy súlyos válfaját helyezi el valaki az amerikai bankjegyeken. A dollárinfluenza névre keresztelt vírus hamar krízis helyzetet teremt a világban. A játékosok a járvány megakadályozásán dolgozó Strategic Homeland Division, vagy röviden a Division tagjai, akik később kideríthetik, hogy a járvány itt is egy szándékos terrorista akció része volt. Mintha lenne valami mintázat ezekben a játékokban, nem? CBI: Last of Us. A játék története szerint 2013. szeptemberében egy borzasztó gombafertőzés söpört végig a világon, fertőzött élelmiszereken keresztül. A Cordyceps gombafajta amúgy egy létező gomba, és valóban képes átvenni az irányítást a gazdatest fölött, ám szerencsére a valóságban elsősorban csak rovarokra, például hangyákra veszélyes. A játékbeli mutáció következtében azonban az emberek is elveszítik agyi funkciójukat, és egyetlen céljuk, hogy a gomba spóráinak terjedését elősegítsék. Genophage: Mass Effect sorozat. Erről a járványról szinte a kezdetektől tudni lehet, hogy egy célzott biológiai fegyver. A Genophage betegségként egy mutációt hoz létre a Krogan faj női egyedeiben, melynek hatására drasztikusan csökken az életben maradó magzatok száma. Ez a hatás végül egy kvázi születésszabályozó pestisként megtizedelte a Krogenek számát. Ahogy később kiderül, a Genophage-et kifejlesztő tudósok eredetileg nem is akarták volna szabadjára engedni a betegséget, csupán elrettentő eszköznek használták volna. A háborúhoz máshogyan hozzáálló túrjánok azonban mégis bevetették, hogy ezzel egyszer és mindenkorra megnyerjék a háborút a Krogenekkel szemben. Később szerencsére a játék során dolgozhatunk azon, hogy a betegség hatásait visszafordítsuk.
T-vírus Resident Evil. A zombik a történetek többségében valamilyen cseppfertőzéssel terjedő járványként szóródnak szét a világban. Nem akartuk, hogy ez a lista tele legyen velük, úgyhogy a legnagyobb zombis franchise-ot, a Resident Evil-t emeljük csak ki. A Resident Evil T, azaz Tyrant vírusát a hírhet Umbrella gyógyszergyártó cég fejlesztette ki. Eredeti céljuk az volt, hogy kiküszöböljék a hadseregek használatának szükségességét. Egy nagyon halálos, nagyon fertőző vírust akartak. Végül egy olyan zombi vírust fejlesztettek ki, melynek köszönhetően hiába immunis valaki a betegségre, a fertőzöttek akkor is megölhetik őt. Végül persze, mind tudjuk, mi lett a vírus sorsa. Több ellenszer is készült a betegséghez, ám furcsa módon mindegyikből valamiért csak egy-egy példány maradt fenn. A Resident Evil sorozat részeiben általában ezeket az utolsó példányokat kutatjuk fel. Névtelen betegség, Plague Inc. Hogy is hagyhattuk volna ki a Plague Inc-et? A játék célja, hogy egy betegség bőrébe bújjunk, és sikeresen kipusztítsuk az egész emberiséget. Míg az összes korábbi példa veszélyes volt, sok ember tölt meg, mindegyik hagyott maga után túlélőket, a játékost és a főbb NPC-ket. A Plague Inc-ben viszont, ha sikeresen megnyerjük a játékot, egyetlen hírmondó sem marad az emberiségből, így minden bizonnyal az ebben a játékban felbukkanó betegségek a legfélelmetesebb járványok, amivel videójátékokban találkozni lehet. Ezekből a játékokból sokat lehet tanulni arról, mihez is kezdhetünk, ha tényleg szembesülünk valami komolyabb betegséggel, mint például most a koronavírussal. Azért szívből reméljük, hogy a fent említett listán szereplő egyik helyzet sem ismétlődik majd meg a valóságban. Ha tetszett a videó, jelezd ezt felénk egy lájkkal vagy kommenttel, és mindenképp iratkozz fel a csatornánkra is. Lájkold a Facebook oldalunkat is, ahol folyamatosan kapod majd a legfontosabb híreket a játékokkal kapcsolatban, hogy legyen mivel eljutnod az időt, amíg otthon maradsz, és átvészeled ezt a járványt.